készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra alapprogram keretében. Szerbiában a 2010-2011-es tanév óta egységes felvételi rendszert vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a nyolcadikos diákoknak az év végén kísérettségizniük kell, és az itt szerzett pontok alapján kerülhetnek be a középiskolákba. A felvételihez szükséges összpontszáma következőképpen alakul ki. A maximálisan elérhető 100 pontból 70-et az iskolai eredmény ad, majd pedig a maradék 30 a kísérettségi alapján adódik hozzá. A záróvizsgán 3 teszt van, egy matematikából, egy anyanyelvből és egy összevont teszt, amely a többi tantárgy alapjaira épül, mint a biológia, fizika, kémia és mások. A diákok ezeknek a pontoknak az összesítésével kapják meg a kísérettségén elért eredményüket, amellyel később bekerülhetnek a középiskolákba. A szakiskolák esetében egy orvosi vizsgán is át kell esni, mivel itt határozzák meg, hogy a diák alkalmas-e egy adott szakma végzésére. A középiskola kiválasztása egy úgynevezett kívánságlista alapján történik. Erre a diákok több iskola, több tagozatát írják fel. A rangsorolásnál, amennyiben a diák eredménye nem elegendő a listán első helyen szereplő tagozatra való bekerüléshez, akkor a lista második helyén szereplő tagozata következik, és így tovább, míg a diák be nem kerül a feltüntetett szakok valamelyikére. Mi most ebben szeretnénk segíteni nektek, hogy meg tudjátok találni azokat a szakokat, amelyen tovább szeretnétek tanulni. Topolyán 3 középiskola várja a magyarul tovább tanulni vágyó diákokat. A 3 intézmény közül a legtöbben a topolyai mezőgazdasági iskolában tanulnak. Az iskola a 2016-2017-es tanévben is 4 szakot indít magyar nyelven. Ezek közül a mezőgazdasági és állategészségügyi, valamint az élelmiszeripari technikus képzés 4 éves. Ezek mindegyikébe 30 diák tud majd beiratkozni. A negyedik egy kombinált tagozat, ahol a 3 éves képzés során 15 diák a mezőgépkezelő szerelő, további 15 diák pedig a pék szakmát sajátíthatja el. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra, amelyet a tanulók a tanüzemben tudnak elvégezni. A tanüzemünk 111 hektár földterületen működik, nagyon jelentős állattenyésztéssel, fóliákkal, üvegházakkal, 4 hektár gyümölcsössel, szőlővel, több száz sertéssel, fejős szarvasmarha tenyészetünk van, juhtenyészetünk, és még nagyon hosszan sorolhatnám ezeket a dolgokat. A diákok itt olyan tudást szerezhetnek, amelyet a családi gazdaságaikban is hasznosítani tudnak. Én azért választottam ezt az iskolát, mert mink odahaza is kertészettel foglalkozunk, és gyarapítani szeretném a tudásomat, amit itt megtehetek gyakorlatban is. A mezőgazdasági iskola ebben a tanévben bővült egy pékséggel, így a pékek is már az iskolán belül végezhetik a gyakorlati oktatást. Eléggé jó, mert van minden, ami szükséges ehhez a szakmához, úgyhogy könnyű itt mindent megtanulni. Az élelmiszeripari technikus szakon is ügyelnek arra, hogy a diákok tudása sokrétű legyen, ezért turisztikai és vendéglátói alapképzésen is részt vesznek. A Sinkovics József Műszaki Középiskola sokrétű oktatást kínál, mivel itt a technikai, vagyis férfiasabb szakok mellett a lányok is megtalálhatják a maguknak való szakmát. Az idei tanévben az intézményben 3 szak nyílik, amely 90 diák számára biztosít továbbtanulási lehetőséget. Őszre 3 magyar tagozatot tervezünk nyitni, ebből 2 4 éves, egy pedig 3 éves. A 4 évesek a számítógép elektrotechnikusok, a gépjármű technikusok, a 3 éves pedig egy tagozatba várunk 15 női fodrászt és 15 pedig hűrmanikűröst. A számítógép elektrotechnikus egy olyan szakma, amely a mai világban nagyon keresett, ezért sokan választják. Jó hír számukra az, hogy ez az iskola egyben LCDL vizsgaközponttá vált, és tagja lett az Oracle Akadémiának. A számítógép elektrotechnika az én szemszögemből azért jó, mert hát a világ állandóan fejlődik, és csak könnyebb lesz egy modernabb munkát találni a jövőben, mint egy más szakmával.
A 3 éves vegyes tagozat iránt is nagy az érdeklődés, mivel a női fodrász és manikűrös olyan szakmák, amelyeknél fontos a jó gyakorlati képzés, amely az iskolákban adott. Így az itt végzett diákok könnyebben el tudnak helyezkedni a tanulmányaik végeztével. A topolyai Doszite Jobrádovics Gimnázium és Közgazdasági Iskola a község azon diákjai számára biztosít továbbtanulási lehetőséget, akik biztosan szeretnének majd egyetemre is járni. Ők az iskola általános gimnáziumi szakára iratkozhatnak, ahol elsajátíthatják az egyetemi helytálláshoz szükséges tudást. Azért választottam a gimnáziumot, mert konkrét szakiskolát nem tudtam volna választani. Még most se vagyok teljesen biztos, hogy pontosan milyen irányzatba tovább, de a gimnázium szerintem elég jó alapot ad ahhoz, hogy utána akármilyen egyetemre elég jól el tudjak helyezkedni. Továbbtanulást tervezek, persze tervezek gimnázium után, most vagy Szerbiába, vagy akár még Magyarországra is. Az iskolában az általános gimnáziumi szakon 30 diák tanulhat tovább, ugyanennyien választhatják a közgazdasági technikusi szakot. Mindkét szakirány jó alapot biztosít azok számára, akik tovább szeretnék folytatni tanulmányaikat a 4 éves középiskolai képzés után. A tiszamenti községek közül Zenta rendelkezik a legnagyobb középiskolai kínálattal. Zentán a 8-os tanulók 4 középiskola közül választhatnak. Ebből 2 gimnázium és 2 szakképzésre nyújt lehetőséget. Zentán található a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium. Az iskola annak a 2 szerbiai intézménynek az egyike, amelyek tehetséggondozó oktatási formát biztosítanak a magyar nyelven tanuló diákok számára. A középiskolában a 2016-17-es tanévben 2 szakirány közül választhatnak a diákok. Mindkét szakra a kísérettségi mellett emelt szintű felvételi vizsgát kell tenni. A 2 szak nyílik a 2016-17-es iskolaiban, matematikai tagozat, illetve képzőművészeti. Mindkét tagozatra 20 diák beiratkozását reméljük és várjuk. Ez gyakorlatilag nagy valószínűséggel meg is valósul, mert körülbelül 2-szeres túljelentkezés van évről évre a különböző szakokra. A gimnázium kollégiummal együtt működik, bentlakásos iskolai jelleggel, 130 diák elszállásolására és étkeztetésére van lehetőségünk. Ez gyakorlatilag az intézmény szükségleteit ki is elégíti a diák létszám tekintetében. A matematikai tagozaton a tudományágat több tantárgy keretén belül sajátíthatják el a diákok, ami alapos tudást biztosít számukra a továbbtanulásnál. Tanárok nagyon segítőkészek az iskolában, a hangulat a kollégiumban is, az iskolában is nagyon jó, és ez a 4 év után én szeretnék tovább tanulni, és ezért is választottam a gimnázium, és főleg ezt, mivel matematika orientált szakra szeretnék menni, és ez az iskola itt Szerbiában szerintem a legjobb. Az iskola másik szakán a diákok a képzőművészet minden ágával megismerkedhetnek, így széleskörű és minőségi képzéshez juthatnak. Művészetterapeuta szeretnék lenni, és úgy gondolom, hogy ez az iskola megfelelő alapot ad hozzá. Azért iratkoztam emellett ide, mert sok jót hallottam az iskoláról, és úgy érzem, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani, mind a tanárok, mind az iskola többi dolgozója. Ezt az intézményt olyan diákoknak ajánljuk, akik nem félnek a tanulástól, és olyan tudást szeretnének szerezni, amellyel az egyetemeken biztosan meg tudják állni a helyüket. Azok, akik még ennyire sem szeretnének szakosodni, a Zentai Gimnáziumban tanulhatnak tovább. Az intézményben a diákok 2 4-éves szak közül választhatnak. Az általános gimnáziumi szakon 2 osztály nyílik, így ide 60-an, míg a társadalomtudományi szakra 30-an tudnak majd beiratkozni. Egy jó iskolának mindenképp egyik tulajdonsága az, hogy a tanárok részéről egy konkrét célmeghatározás történik a diákok felé, és ez egy közös cél kellene, hogy legyen, amely egy tanár-diák együttműködésen alapul, a cél pedig elsősorban az államilag finanszírozott képzésre való bejutás lenne. Ez egyrészt, másrészt pedig nyelvvizsga megszerzése. A nyelvvizsga azért fontos, mert azoknak a diákoknak, akik idén iratkoznak középiskolába és tovább szeretnének tanulni,
A magyarországi egyetemekre való bejutás alapfeltétele legalább egy B2-es nyelvvizsga. Az intézmény tanulói a formális oktatás mellett sok szakkörön vehetnek részt, amelyeken az országos és nemzetközi versenyekre készítik fel őket. Az iskola diákjai ezért rendszeresen, kimagaslóan szerepelnek ezeken a megmérettetéseken. Zentán a szakiskolai tanulmányokat választó diákok két intézmény kínálatából választhatnak. A közgazdasági kereskedelmi középiskolában a következő tanévben három szak nyílik. A már hagyományos 4 éves pénzforgalmi ügyintéző és 3 éves kereskedői képzés mellett a diákok az idén az új kommercialista szakon is tovább tanulhatnak. Ez a szakról annyit érdemes tudni, hogy a bel- és külkereskedelemben szükséges dolgokat oktatja a diákoknak, magas számú informatika, illetve nyelvi órával. Tudni kell azt is, hogy ezen a szakon a diákok elsajátíthatják az összes olyan fortét, ami a mai globális kereskedelmi viszonyokban szükséges egy olyan személynek, aki ezzel szeretne foglalkozni. Az iskola olyan tudást próbál biztosítani, amellyel a diákok tovább tudnak tanulni. Emellett azonban nagy számú gyakorlati óra is van, hogy felkészítsék azokat a tanulókat a munkapiaci igényekre, akik a középiskola után nem szeretnék folytatni tanulmányaikat. A diákjaink több alkalommal járnak gyakorlatra, és ez lehetőséget ad nekik arra, hogy mindazt a tudást, amit itt elméletben tőlünk elsajátítanak, azt ők a gyakorlatban kipróbálják. Ez nagyon fontos azért, mert ahogy ez már elhangzott, a diákjaink nagy része tovább tanul, viszont azok, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnének felsőoktatási intézménybe iratkozni, azok tulajdonképpen az érettségizés után, az érettségi vizsga után azonnal munkaképesek. Az egészségügyi pályára készülők számára minőségi oktatást biztosít a zentai egészségügyi középiskola. Az iskola jó alapot biztosít azok számára is, akik orvosi pályára készülnek és egyetemi tanulmányokat szeretnének folytatni. Az intézményben a következő tanévben 2 4 éves szak nyílik. Az egészségügyi nővértechnikus és gyógyszerész technikus szakirányra is 30 diákot tudnak felvenni. Olyan tanulókat várunk, akik hivatásuknak érzik, hogy segítsenek az embereken. Ugye minden szakunk az emberekkel foglalkozik, humánus szakok, és olyan tanulók is jönnek, akik már korán hivatásnak érzik azt, hogy más embereken segítsenek. Úgy gondolom, hogy ez az iskola olyan szakmai alapokat ad a diákoknak, amelyekkel bárhol el tudnak helyezkedni a világon. A tanáraink azt tanítsák velünk, hogy ez nem csak egy szakma, hanem egy hivatás, amelyet én is az iskola többi tagja is egyaránt megtanul a kórházi gyakorlatok alapján. A minőségi elméleti és gyakorlati oktatásnak köszönhetően az iskolában végzett tanulók könnyedén munkát tudnak találni. A 4 éves képzés után azonban 1/2 éves szakmai gyakorlatot kötelesek végezni, hogy megszerezzék a megfelelő minősítést, amely az egészségügyben történő munkavállaláshoz szükséges. A műszaki beállítottságú diákoknak sem kell csüggedniük a továbbtanulási lehetőségek miatt, ugyanis az Entától valamivel több mint 15 kilométerre levő Adán a műszaki iskola széles kínálattal várja őket. A középiskolában a 2016-17-es tanévben 6 szakon tanulhatnak tovább a diákok. Ezek közül a számítógépes vezérlés technikusi szak 3 éves. A 4 éves szakok közül a diákok a gépésztechnikus, számítógépes szerkesztő, fémmarós számjegyvezérlésű gépeken, számítógép elektrotechnikus, autószerelő és műépítész technikus képzések közül választhatnak. Minden szakra 30 diák nyerhet felvételt, kivéve az autószerelői tagozatra, ahol 24-en tanulhatnak. Az intézményben a gyakorlati oktatás során a diákok korszerű gépeken sajátíthatják el a szakma fortéjait, ami nagy előnyt jelent a munkavállalásnál. 2 CNC gépünk van, egy CNC marógépünk és egy CNC esztergapadunk. Ezeken a gépeken a gyerekekkel alkatrészeket dolgozunk ki a legmodernabb technológiák segítségével. Számítógéppel előkészítjük a programokat közösen a gyerekekkel. Ezeket a programokat bejátsszuk a CNC gépekbe és készítsük az alkatrészeket. Az iskola minden szakirányán minőségi oktatást biztosít a diákoknak, a legmodernebb gépek és programok segítségével szerezhetik meg a szükséges tudást a továbbtanuláshoz és a munkaerőpiacon való érvényesüléshez egyaránt.
Magyar Kanizsán és Török Kanizsán 3 középiskola várja a környékbeli tanulókat, így itt 2 szakiskola és 1 gimnázium közül választhatnak a gyerekek. A legnagyobb kínálattal a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ rendelkezik, ahol kizárólag magyar nyelvű oktatás folyik. A következő tanévben itt 6 szakot indítanak. A mezőgazdasági technikusi, állategészségügyi technikusi és gépész technikusi 4 éves tagozatokon minden osztályban 30 diákot vesznek fel, míg a 3 éves kertész, virágkertész, automechanikus és hűtés-fűtés szerelő szakirányokon 20-20 diák tanulhat. Itt megtanulhatnak egy olyan dolgot, amiből azután meg tudnak itt élni nálunk, mert most a legmodernabb technológiákat tudjuk már oktatni magába ugye a mezőgazdaság területén, és a gépészetünk is, tehát magába a számítógépes szerkesztő, ugye inkább arra gondoljunk, az maximálisan fel van szerelve gépekkel. Az agrár irányzaton belül az iskola a szántóföldi mezőgazdaságra és a kertészetre helyezi a hangsúlyt, mivel erre van igény ezeken a területeken. A gyakorlati oktatás az intézmény tangazdaságában zajlik, ahol a diákok az elméletben elsajátított tudást a gyakorlatban is kipróbálhatják. Itt nem csak a elméletben, hanem gyakorlatban is ugyanúgy megtanítsák velünk a dolgokat. Sokat vagyunk a szabadban, jó a társaság, dolgozunk, nem csak tanulás megy állandóan a teremben, hanem kint vagyunk, és így jobb minden. A gépészeti szakon is sok gyakorlati óra van, amelyeknek köszönhetően a gyerekek elmélyíthetik tudásukat, majd versenyeken is kamatoztathatják azt. Legutóbb 3 versenyen vettem részt, a Neumann János számítógép tudományi versenyen. Ott mind Szerbiában, a Zentán, mind pedig Szekszárdon első helyezést értem el, egy csapattársammal, Lengyel Alexel. Ide is mi székekről készítettünk egy bemutatót, illetve most néhány napja voltam az országos szöldécs versenyen, ott ugyancsak én a 3. helyezést értem el több idejáró középiskolás diákkal együtt. Az iskola tanulója a kötelező tanórák mellett számos szakkörön is részt vehetnek, ahol kis csoportokban nagyobb szaktudást szerezhetnek, amit a továbbtanulásnál hasznosíthatnak. A Dosítei Obradovics középiskolában továbbtanulni kívánó gyerekek 4 szakirány közül választhatnak. Mind a 4 szakmát 3 éves képzés során oktatják. A sofőr tagozatra 30 diák nyerhet felvételt, míg a pincér, cukrász és szakács szakokon 10-10 fiatal tanulhat tovább. A gasztronómiai tagozatokon tanuló diákok a versenyeken kiváló eredményeket érnek el. Ez annak is köszönhető, hogy kiváló körülmények között tudnak dolgozni a gyakorlati órákon. Nagyon szépen felszerelt konyhánk van, igyekszik az igazgatónő beszerezni a hozzávalókat, és sokat gyakorolunk, úgyhogy a végén, amikor befejezik az iskolát, tényleg valami tapasztalatuk van. Az iskola tanulói a szakácsversenyeken folyamatosan jól szerepelnek. A legutóbbi belgrádi versenyen az iskola egyik diákja egy 3 fogásos menüvel nyert el a nemzetközi zsűri tetszését. Az első előétel az volt a brokkoli leves, aztán a főétel volt pisztránk, terésztino módra, a desszert volt panna cotta, vaderré gyümölcse. Az iskola diákjai több nemzetközi konferencián és versenyen is részt vesznek, amelyek jó tapasztalatszerzési és tanulási lehetőséget biztosítanak számukra. Ez pedig nagy előnyt jelent a munkakeresésnél. A Török-Kanizsai gimnáziumban az idén 30 diák tanulhat tovább általános tagozaton. Az osztály azonban már évek óta nem telik meg, így 15-20 diák tanul egy évfolyamon. Ez nagy előnyt jelent, mert a gyerekekkel a tanárok jobban tudnak foglalkozni, több idejük jut rájuk, amit a diákok is érzékelnek. Én teljesen meg vagyok elégedve, egyrésztből azért, ugye, mivel én idevalósi vagyok, és nekem nem kell utazni, de viszont tudom mindenkinek ajánlani, mivel mi egy kis közösség vagyunk, és sokkal jobban tudnak a tanárok így velünk foglalkozni, hogy vagyunk az osztályban 15-en, mint hogyha 30-an oda tudnak figyelni, hogyha kérünk segítséget is kapunk tőlük, mindenre odafigyelnek, az iskolánkat is újítják, programokat is szerveznek, úgyhogy nem úgy van, hogy unatkozunk, tehát prezentációkkal adják elő az órákat, gyerekhét nekünk is van, akkor játszunk, rövidített órák, mint ahogy általános iskolában, csak kicsit több szigorral.
A török-kanizsai gimnázium jó alapot ad a diákoknak, akik az egyetemen tovább szeretnének tanulni. Ez az is bizonyítja, hogy a végzősök többsége arra az egyetemre és szakra kerül be, amire szeretett volna.